A mai megemlékezés főhajtás a katini mártirok előtt, együttérzésünk és tiszteletadásunk kifejezése lengyel barátainknak. A lengyel parlament 2007-ben nyilvánította április 13-át a katini büntény áldozatainak emléknapjává. 1939-ben a Vörös Hadsereg agressziója ellen hazájukat védő lengyel hazafiak közül 250 ezeren estek szovjet fogságba. A következő év áprilisában és májusában közülük közel 22 ezer foglyot mészároltak le a Katyn melletti erdőben, de a vérengzés áldozatainak pontos száma máig ismeretlen. A foglyok a lengyel középosztályhoz tartoztak. Egyetemi tanárok, mérnökök, ügyvédek, újságírók és írók, köztük a magyar Korompay Emánuel. A vérengzés célja egyértelműen a lengyel értelmiség lefejezése volt. Lavrentyij Beria, aki a közvetlen felelőse volt a foglyok lemészárlásának, azt írta Sztálinnak, a foglyok a szovjet hatalom megátalkodott ellenségei. A mártirokra a szovjet önkényuralom azért tekintett ellenségként, mert gondolkodó, alkotó emberek voltak, a zsarnokság pedig retteg a gondolkodástól. Mindig, mindenkorban tűzzel vasalítja azokat, akik figyelik és értik a világot, akik felemelhetik szavukat az elnyomás, a jogtalanság ellen. A mártirok a hazájukat védték azok ellen, akik nem tűrtek más igazságot, csak a sajátjukat. A magyar-lengyel barátság évezredes múltra tekint vissza. Népeink sorsa történelmi korokon átfonódott össze. Mindkét nemzet megismerte az elnyomó zsarnokság kegyetlen arcát, az igazságtalanság a mindennapok részévé vált. Mindkét nép lelkébe beleégett a szabadság és az igazság utáni oltratlan vágy. Az önkény elleni szakaratlan küzdelemben magyar és lengyel egyaránt megtanulta, az igazságért érdemes küzdeni. Ezt idézik meg II. János Pál pápa gondolatai. A szabadság nem egyszerűen a zsarnokság vagy az elnyomás hiánya. Nem is felszabadítás arra, hogy azt csináljunk, amit akarunk. A szabadságnak megvan a maga belső logikája, amely megkülönbözteti és megnemesíti. A szabadság az igazsághoz van rendelve, és abban teljesedik ki, hogy az ember keresi az igazságot, és benne él abban. Sok erőt és kitartást kívánok önöknek ebben a nehéz helyzetben is. Egyúttal remélem, hogy mi hamarabb személyesen is tudunk találkozni lengyel barátainkkal. Isten óvja önöket!